Rákai Filip volt a vendég a Matthias Corvinus Kollégium szexárdi képzési központjában. Egyrészt egy nagyon furcsa, felbojdult világban élünk. Európa kellős közepén egy 10-15 milliós magyar nemzet tagjaként képviselve valamit, amit 1100 éve képviselünk itt ebben a hazában, és képviselni valamit, amiről én azt gondolom, hogy a normalitás, amit ma Magyarország sugall magáról, és tükröt tart a nyugati országoknak, az egy normális, emberi, élhető világ, kontra egy olyan világgal, amely csupa kérdésekkel és csupa tudatos elbizonytalanítással van tele. Amikor megkérdőjeleződik, hogy mi az, hogy férfi, mi az, hogy nő, mi az, hogy család, mi az, hogy egy gyereknek vagy egy felnőtt embernek milyen jogai vannak, hogy mit jelent a szabadság, hogy ez meddig terjed, hogy mit jelent egyáltalán az Európai Unió, hogy mit jelent az, hogy valami egy erős nemzetállam szeretne lenni, és ez nem kirekesztést jelent, hanem a saját kultúránkra történő felnézést, egy büszkeséget, valamit, ami nem csak azt várja el, hogy a mi kultúránkat, vagy a mi másképp gondolkodásunkat tiszteljék, hanem azt is elvárja, hogy mi is tiszteljük más népek kultúráját. De ez nem azt jelenti, hogy keveredni kell, nem azt jelenti, hogy föl kell oldódni egy ilyen nagy nemzetek olvasztó tégeiben, ahogy ezek a globalista haladár áramlatok próbálják ránk erőltetni, hanem hogy igenis meg kell őriznie a magyarnak a magyarságát, a németnek a németségét, ha még egyáltalán van ilyen, a franciának azt, amire ő maga büszke és hosszan sorolhat. Nem. Szóval csak egy olyan világban élünk, amikor még a haza fogalmát sem könnyű definiálni. Nem Magyarországon, mert itt Magyarországon szerintem százszor jobb a helyzet. De ha véletlenszerűen kiválasztanánk bárkit az utcán Franciaországban vagy Nagy-Britanniában, hogy mondja meg, hogy mi a haza fogalma, egészen meglepő válaszokat kapnánk, mert lebontása zajlik az alapvető értékeknek. Rákai Filip az utóbbi években több nemzeti kulturális értéket érintő kérdést, témát felvállalt, és többek között nagy hangsúlyt kapott a konzervatív értékrend fontossága is, melynek megtartása, mint mondja, a mai változó világban egyre nehezebb. A személyes egyéni felelősségvállalás, mint mindenben, az elsődleges, és akkor így épül fölfelé egy társadalom az apró sejtekből, az egyénből, két ember kapcsolatából, egy családból, a gyereknevelésből, a kisebb patrióta vagy lokálpatrióta közösségekből jutunk el egészen odáig, hogy ha valaki lokálpatrióta és szereti Szekszárdot, vagy Tolnát, vagy Decset, mint szülőhelyét, akkor ez természetesen ki fog vetülni a hazájára, és innentől erősödik össze, vagy abroncsolódik össze egy egészséges nemzet, egy egészséges nemzettudat. Pláne egy olyan országban, amely 1100 éves múlttal büszkélkedhet, egy ilyen nyelvvel, amely egy csodálatos, titkolt, kódolt nyelv, amit 15 millió magyar beszél a világban, és senki nem is érti rajtunk kívül, hogy miről beszélünk, hogy ez a kreatív nyelv is egy teljesen másfajta gondolkodást igényel minden egyes magyartól, ahogy az elmúlt 1100 éves történelmünk is egy egészen másfajta világlátást olt belénk mindannyiunkba. Ugye szokták mondani, hogy létezik egy ilyen transgenerációs, tehát generációkon átívelő traumát hordoz minden egyes magyar ember. Ebben benne van a első világháború, második világháború borzalmaitól 56-on át a kommunista szörnyűségekig, a honfoglalásig visszamenőleg minden. Tehát ez épül generációról generációra az emberekben, és az, hogy mi magyarok ezt a kultúrát, ezt a nyelvet, ezt a történelmet és ezt a csodálatos országot, ahol élünk, tudjuk magunkénak, ez egy felelősség, egy megtartó erő egyfelől, másfelől egy felelősség. Hogy azon kell dolgozni mindenkinek, és akkor itt jön a válasz a kérdésre, hogy ez megmaradjon. És ez nem pártpolitikai kérdés, ez egy értékválasztás kérdése. A tét az, hogy marad-e hazánk. Hogy megmarad-e ezen a 93 ezer négyzetkilométeren mindaz, amiben mi szerelmesek vagyunk, minden hibánkkal és nehézséggel, és a nem
tökéletes, mert olyan nincs, az a jóisten társadalmunkkal együtt. Tehát, hogy szerintem ez a tét ma, és ezt kell valahogy megőrizni, megtartani a gyerekeink, meg a magamról mondom, majd az egyszerű leendő unokáinknak, hogy akkor is legyen itt ez a világ, hogy be tudja fejezni mindenki azt a versot, hogy tüzesen süt le a nyári napsugára az ég tetejéről a juhászboltára, hogy csak egyet mondjak, vagy hogy legyen, aki énekli a himnuszt 100 év múlva is. A producer kommunikációs szakember, aki szekszárdi gyökerekkel rendelkezik, kulturális felelősségvállalás, a Vagy nemzettudat Skander magyar módra címmel beszélgetett Böröc Mátéval egy pódiumbeszélgetés keretében, melyben többek között arra is kitértek, hogy miért tartotta fontosnak két hazai költőnk síremlékét is méltó módon felújítani. Hiszen ahogy mondja, a múlt tisztelete és emlékezete nélkül lehet élni, csak nem érdemes. Gyakran találkozunk nyilván a neveddel egy-egy platformon, akár üzleti tevékenységek mellett más egyéb dolgokkal lehet hallani kultúrát, társadalmi szerepvállalást érintő dolgokat. Most így kapásból kettő példát hoznék fel, az egyik a Petőfi síremléknek a restaurálása, amit, hogyha jól emlékszem, mecénásként a feleségeddel tavaly szponzoráltatok, vetetek kézbe, idén pedig az Arany János sírja kapcsán volt ugyanez a tevékenység. Az lenne a konkrét kérdésem, hogy miért tartott fontosnak ezeket a missziókat, illetve mi az, amivel manapság foglalkozol? Hát mondtad, hogy 50 percünk lesz összesen. Hát talán az első kérdést ki tudjuk vesézni, de nem próbálok majd nem annyira terjengős lenni, amennyire szoktam. Hát a Petőfi család síremlékének felújítása, vagy akár Arany János síremlékének felújítása mind a kettő köthető gyerekkori élményeknek, meg persze egyfajta mai felelősségvállalásnak, hiszen az édesapám az irodalom szeretetével, néha édesapám nagyon, nagyon korán megajándékozott, és talán 7-8 éves lehettem, amikor egy megkopott, ilyen vöröses színű Petőfi összest a kezembe adott, és ez meghatározó élmény volt, ahogy bár édesapám a számok embere volt közgazdászként, főleg számokkal dolgozott egész életében, de mondjuk 16 éves korától tudta a Hamletet fejből elejétől a végéig Arany János fordításában, és imádta, rajongott az irodalomért, és ez rám is természetesen átragadt. Aztán később az egyetemen sokat foglalkoztam, nyilván nem csak irodalommal, de irodalommal is, meg művészetfilozófiával, és be voltam oltva kiskorom óta gyakorlatilag a könyvek szeretetével. De ebből természetesen még nem fakadna az, hogy az embernek miért jut eszébe Petőfi családjának a síremlékét felújítani, mert sokan vannak itt ebben a teremben, akik nyilván szeretik Arany Jánost, vagy Petőfit, vagy bármelyik nagy magyar írót vagy költőt. Mégsem biztos, hogy lehetőségük van rá, vagy egyáltalán késztetést éreznek arra, hogy ilyesmibe vágják a fejszélyüket. Az egész egy személyes élményből indult, a feleségemmel és a gyerekeinkkel, talán tavaly előtt kint voltunk a Fiumei úti nemzeti sírkertben március 15-én, és vittünk virágot a 48-as hősöknek, illetve a Petőfi család sírjára is. És hát azt láttuk, hogy tényleg elképesztő, tehát mondhatnám, mizerábilis állapotban volt. Tehát a Szendrei Júlia nevét nem lehetett elolvasni, a sír emlék megsüllyedve, stb. Tehát elég méltatlan állapotban volt. Azzal együtt, hogy a Fiumei úti nemzeti sírkertnek kiváló gazdái vannak, a Nemzeti Örökség Intézete évente nem tudom hány száz, vagy talán több ezer sírt gondoznak, mindenhová, ahogy szoktam mondani, az állam sem ér oda, tehát hiába ez az elképesztő országépítő munka, ami azért látszik, szemben látható bármerre jár az ember az országban, de egyszerűen mindenhova nem lehet odaérni. És akkor úgy a feleségemmel összenéztünk, és azt mondtuk, hogy ez így nem maradhat, és akkor nem várunk mindenféle adományokra, meg erre, arra, meg nem szervezünk gyűjtést, hanem hála jó Istennek jól működő cégeim vannak hosszú évek óta, mutassunk azzal is példát azoknak a tehetősebb embereknek, akik megtehetik, hogy ilyen ügyeket felkaroljanak, hogy akkor újítsuk föl. Mint fogalmazott, a Petőfi család újra méltó formába hozott síremléke,
a leginkább kézenfekvő lehetőség fejet hajtani, a sem holtában, sem testi valójában, hanem egyedülálló életművében velünk maradt költő óriás előtt. A legenda messze túlmutat 1848. március 15-én, a forradalmon és a szabadságharcon, mert 175 esztendeje tükröt tart elénk arra emlékeztetve, hogy mi magyarok a szabadságban mindannyian összetartozunk.